válás után sok szülőben merül fel a kérdés, ugye, hogy mi legyen a gyermektartással. Ebben segít nekünk délelőtti szakértőnk, dr. Mester Csaba ügyvéd, akivel ezt boncolgatjuk, hogy pontosan mikor kell gyerektartásról beszélni, illetve kezdjük az elején. Kiderül, hogy sajnos a szülőpárnak elválnak az útjaik. Ezt ők maguk közt vitatják meg, hogy mennyi legyen a gyermektartás, és hogyan intézzék ezeket az ügyeket, vagy minden esetben bíróságra kell menni. Jó reggelt kívánok! Szép jó reggelt kívánok! Természetesen nem kell bíróságra menni. A családjogban is az az alapelv, hogy a legrosszabb egyesség is jobb, mint a legjobb bírói ítélet. Tehát a családjogi könyv, ami most a polgári törvénykönyvnek a része, korábban volt önálló családjogi törvény, de 2014 tavaszán, március 15. napján életbe lépett az új polgári törvénykönyv, ahova a családjogi törvényt is beinkorporálták, belefoglalták a polgári törvénykönyvbe, és most már családjogi könyvként szerepel. Ott a főszabály mindig az, hogy a szülők megállapodása kell, hogy a gyermek sorsát, mind a gyermek elhelyezését, pontosabban most már nem gyermek elhelyezésnek hívjuk azt, ami korábban így neveztünk, a köznyelv továbbra is úgy hívja, hanem a szülői felügyeleti jog kijelölése vagy megállapodása a szülőknek. Tehát mind a szülői felügyeleti jogban, hogy marad-e továbbra is közös szülői felügyeleti jog, hisz a két szülő együtt él és együtt gondozzák, nevelik a gyermeket, mind a kettőjüknek teljes körű szülői felügyeleti jogköre van. Vagy éppen pontosan külön élnek, de így hasonló jogok szerint is, nevelik. Így van, megtehetik azt is, hogy szétválásuk esetén továbbra is fenntartják a közös szülői felügyeleti jogot. Nálunk ez a helyzet, mert is elváltam sajnos, és nálunk egy sajnálattal értesítem. Nálunk viszont nagyszerűen alakult az a része, amiről ügyvéd úr is beszélt, hogy úgy tudtunk menni a bíróságra, hogy a megállapodást kellett már csak tulajdonképpen hitelesíteni. Úgy van, ez a legszerencsésebb. A végzéssel jóvá hagyta az egyesítőket. Ebben természetesen a gyermek szülői felügyeleti joga, a kapcsolattartás és a gyermektartás is benne foglaltatik. Ha a szülők meg tudnak állapodni, akkor a bíróság, hogyha nem jogszabály ellenes, törvény ellenes a megállapodásuk, akkor köteles végzéssel jóvá hagyni. Az esetek tudnak jogszabály ellenes megállapodást kötni, maximum, hogyha azt tennék, hogy azt mondanák, hogy gyermektartásként minden héten kétszer bottal jól elvetik a gyereket, akkor azt valószínűleg nem hagyná jóvá a bíróság, de egyébként a szülők szabad megállapodása, az együtt élő szülők alapvetően és döntően természetben nyújtják a tartást, a külön élő szülő fő szabályként tartás díj formájában, de a kettő kombinációja nyilvánvaló, ami a legcélszerűbb, hiszen, hogyha kapcsolattartáson van a gyermek, főleg, hogyha a szünetekre gondolunk, akár a fél nyári szünetet ugye megosztani költi a két szülőnél, akkor nyilvánvalóan, hogy természetben is nyújt tartást a külön élő szülő is, egyebekben pedig tartásdíjat. Ugyanúgy vesz nadrágot, most hagyjuk a mindennapi szükségleteken túl, persze, meg ajándékot, meg egyébként. A tartásdíjat a gyermek indokolt szükségleteihez kell igazítani. Ha a felek megállapodnak, szabad a vásár. Most is, tehát más esetek két éves gyereknél, meg egy 17 éves gyerek esetében adott esetben. Módon. Azért mondom, a gyermek indokolt szükségletei és a szülők vagyoni és jövedelmi viszonyai azok, amelyek meghatározzák a tartásdíj mértékét. Meddig kell a gyermeknek, hány éves koráig fizetik ezt a tartásdíjat? Tehát 18 éves korig, vagy amíg iskolába jár, vagy ez is egyéni megállapodás kérdése? Főszabályként 18 év, de hogyha a gyermek továbbra is folytat nappali tagozaton felsőoktatási intézményben tanulmányokat, akkor 25 éves koráig maximum, de max az első diploma megszerzéséig. Általában, ügyvéd úr, hogyha lehet ilyet mondani, az esetek hány százalékában van megállapodás, amikor a bíróságra mennek a felek, és hány százaléka az, amikor a bíróságnak kell döntenie, mert nem tudnak megállapodni a házaspárok. Ezt kérdezem azért, mert ugye hát általában a válások azért következnek be, mert nem ért egyet egy csomó mindenben egy férfi és egy nő, aki valaha azt gondolta, hogy a legfontosabbak lesznek egy életen át egymás. Azért már nem kell nevetni. Egymás életen. Hát gondolták, hát, na jó. Igen, de hogy milyen szomorú, amikor ebből oda konvergálunk. Hál' Istennek azért azt látjuk, hogy 10 házasságból mondjuk 8-9 megállapodással. Ez nagyon jó arány. Nem is gondoltam volna. Én is, bevallom őszintén. A gyám hatósághoz, mert a gyermekügyekben, tehát például meg lehet csinálni azt is, hogy sima bontóper van, de a gyermek elhelyezésről és a
tartásbíró kapcsolattartásról, a felek nem bíróságon rendelkeznek, hanem vámhivatalnál. Vagy ha élettársakról van szó, akiknek nem kell elválniuk bíróság előtt, akkor nyugodt szívvel, lélekkel, akár ha megállapodásuk van, akár ha nincs megállapodás, és döntenie kell a hatóságnak, akkor gyámhatósághoz is lehet menni, nem kötelező bírósághoz. Elválasztani csak bíróság tudja a feleket. Tényleg számít az, hogy csak élettársak voltak, vagy papíron házastársak voltak? A gyermektartásnál semmit van valami? Számít, semmit. Semmit nem számít. Természetesen, ha valakinek van egy gyermeke, akár házas, akár nem házas, akár élettárs, akár egy napot nem éltek együtt a szülők, ugyanazok a szabályok vonatkoznak rájuk, mind az elhelyezés, kapcsolattartás és tartás tekintetében is. Nem egy könnyű helyzet azért. Hát nagyon is nem. Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat, és nem csak erre a beszélgetésre, hanem egész délelőtre itt a FM3 Cafén. Tehát ez azt jelenti, hogy önöknek megnyílik a lehetőség, és tudják hívni dr. Mester Csabát. Mi abban bízunk, hogy egy telefon sem fog jönni, és önnek egy nyugodt délelőttje lesz, de hogyha nem így lenne, akkor viszont bátran hívhatják, mert örömmel nem és készségesen fog válaszolni. 1-2, még az is sok. Igen. Úgyhogy 06-35-15-93-99, hát, ha szükséges, akkor hívják bátran. Nagyon szépen köszönjük, Dr. Mester Csabának.